A tappancsnyírásról sokan elfeledkeznek, pedig nagyon-nagyon fontos, hiszen ott nagyon sok szőr van, és gondolom télen a jégdarabok, nyáron akár toklász mehet bele, és hát a kutyát is zavarja. Hogyan nyírjuk a tappancsokat? Felemeljük a lábukat. Igen. És ott a párnák között? Igen. Itt a párna közt, az ujjaknál teljesen bevágjuk. Ezt olyan ollóval szoktuk, aminek lekerekített a vége, és akkor nem tudja őket megszúrni. Miután a talpát lenyírtuk, azután körben nyírjuk a karmocskáinál egészen az ujjak végéig. Miután kinyírtuk a talppárna közt, azután hogyan történik tovább a tappancs nyírása? Körben nyírjuk a karmocskákig, de mindenképpen csak addig nem látszódnak ki a karmok. Aztán felfésüljük neki, és a kiálló szőröket lekerekítjük.